Köszöntöm nézőinket, köszöntöm a stúdiómmal Szelek királyon hát a Kartagi Hivatal vezetőjét. Köszöntöm én is a nézőket. Nem ismeretlen másokkal a ön, hiszen a Kartagi Szakadóban dolgozott korábban. Most hivatalvezetőként mit tart a legfontosabb feladatának? A Kartagi Szakképzési Centrumban eltöltött idő alatt nagyon megszerettem a várost és az embereket. Ezért is nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy a karszagi járási hivatal vezetőjének kértek fel. Elődöm egy remek csapatot hagyott maga után, ahol a szakmai elhivatottság és az emberség mindennél fontosabb, ezért célom, hogy ezt a színvonalat fönntartsam. Továbbá nagyon nagy hangsúlyt szeretnék fektetni a kollégák szakmai továbbképzésére, ezért azt gondolom, hogy a járási hivatal, egy lendületes, gyors kiszolgálású, ügyfélbarát járási hivatal tud válni. Hány település tartozik önökhöz, milyen ügyeket tudnak intézni az állampolgárok? A karcag járási e, hivatal e, illetékeségi területeihez öt település tartozik. E, karcag a székhely település, e, kisújszállás, kunskenderes és berekfődő tartozik hozzá, ez közel 42 ezer lakost áll föl a Karcegi Járási Hivatalnak hat osztálya van. Kormányablak osztály, ez két településen található meg, Karcagon és Kisztálláson. vagy hatósági, gyámügyi, foglalkoztatási, népegészségügyi, élelmiszerlánc biztonsági és állategészségügyi osztály. E két utóbbi három járást is lefed. Ez közel 80 ezer lakos, 19 település tehát számos feladatot lát el e két osztály is. A foglalási osztály ö, fogadási helye változott. A Madarasi út 27 szám alól, a Kossuth tér egy szám alá költözött. Ö, valószínű úgy jobban ismeretesít a karcagiak számára, hogy a régi rendőrségi költözött be, zöggenőmentesen folyt az átköltözés, és az ügyfélfogadási időben pedig nem volt változás. Azt gondolom, hogy a karcagiak könnyű helyzetben vannak, hiszen helyben van, viszont van a település, ahonnan be kell idejönni. Az ő munkájukat is segíti a kormányablakbusz. A kollégáim elmondása szerint a kormányablakbusz nagyon népszerű volt a környéken. Nyilván azok a, az ügyfeleknek, akik... Közelben kormányablak, ez nagyon-nagyon nagy ö, könnyebbséget jelentett. Nyilván mentesültek az utazási költségektől, hatékonyan tudták és gyorsan tudták az intézni, főként ö, okmányügyintézés céljából vették igénybe ezt a szolgáltatást. A kormányablak búz tavasszal ö, ö, újraindul, a menetrenddel kapcsolatban pedig a kormányhivatalpont. Nem tudnak érdeklődni a lakosok. Azt gondolom, hogy ez egy jó ott élőknek, hogy nem Én. kell majd bejönni ők alcagra. Sikerült-e megismerkednie a település vezetőivel, hiszen amikor itt dolgozott, még nem mindenhol ugyanazok voltak a vezetők. Igen, sikerült. Az év első hetében egy egyeztetés keretében valamennyi polgármesterrel sikerült megismerkednem, és biztosítottam őket arról, hogy forduljanak hozzám bizalommal. Viszont sokan szoktak támogatott pályázatokon részt venni, Munkáltatóként is, és munkavállalóként is lesz -e erre lehetőség idén. A jelenleg futó és programok belül is van most lehetőség a munkáltatók és az állós támogatására. Ezen célcsoport, akiket lehet támogatni, jelentősen lefedik a, a jelenleg nyilvántartott álláskeresők körét. A álláskeresők, akik munkavállalóvá, vállalkozóvá szeretnének válni, azt is tudjuk támogatni abban az esetben, hogyha a Vármegyén belül valósul meg a vállalkozása, az év második felében várható munkaerőpiaci programok, amelyről folyamatosan tájékoztatást fogunk majd adni. A jelenleg futó közfoglalkoztatási program az február 28-án lezárul, és március 1 ével indul az újabb program. A 2023 járási startmogra program az most tervezés alatt van, szorosan együttműködünk az önkormányzatokkal és a közfoglalkoztatókkal. Én azt gondolom, hogy van lehetőség támogatásra, és bármilyen kérdésük van a lakosoknak, ügyfeleknek, forduljanak hozzánk bizalommal. A foglalkoztatási osztály munkatársai készséggel állnak rendelkezésre. És ahogy mondtuk, ők már a volt rendőrség épületében a kosult Tehát, Azt gondolom, ezt azért meg tudjuk erősíteni, hogy mindenkiben tudatosuljon, hogy van, a útra menjen. Azt gondolom, hogy sokan fogják önöket majd keresni. Az elhangzottakból azért az kiderül, hogy az önmunkája egy nem egy 8-4-ig tartó hivatalvetést jelent, de mi jelenti a kikapcsolódást? Hivatali munka után, hogyha lehetőségem van, akkor a horgászást választom kikapcsolódásnak. Gyermekkorom óta horgászom, imádom a tisztát és azt a szalmat, amit ez a hobbi ad számomra. Igaz. Ez nagyon ritkán van rá lehetőségem, hiszen van egy négy és fél éves kisfiam, és inkább az időmet vele töltöm és a férjemmel. És hát akkor majd beszámolunk a nagy rekordfogásokról, amikor a horgászhoz szoktam <laughs> hogy mekkora halat is fogott. Én azt kívánom, hogy az életben is legyen sikeres. Én jó munkát kívánok önnek, és nagyon visszavárjuk egy következő beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm a meghívást.